Annak idején érdekesen kezdtem el ide járni a hegyre, mert ugye mi Szatmár mellől halmi, kökényes csedrekből van a csoport, és aki akkor volt a Deák Ági, ő rendezte azokat a dolgokat, aki már az érseménybe is járt ezekre az engesztelőkre, ahol volt ennek az atya, ahol volt először. És az Áginak nem volt kivel jönni, és akkor én hozzám eljött, mert nekem van mikrobuszom, és először én azt mondtam, hogy nem vállalom. És aztán úgy magamból úgy éreztem, hogy csak jobban visszajönni ez a fiatal asszony, mert én szeretnék oda elmenni. És akkor, mert időközben elküldtem egy másik sofőrhöz, de az nem vállalta, és akkor csak visszajött hozzám. És akkor én úgy érzem, hogy én így lettem a Szentléleknek a sofőrje, mert azóta szervezem ezeket az utakot, mert aki nem fér be hozzánk a mikrobuszba, akkor ha több jelenkező van, akkor megkérünk más barátot, ismerősöt, akiknek mikrobusz van, és aki úgy érezzük, hogy aki itt kell legyen a hegyen, azoknak megpróbáljuk megteremteni a feltételeket, hogy tudjon elérni erre a helyre. Hosszú folyamat az, ameddig az ember teljes ráhagyatkozást tud a mennyei atyára, hogy ő rábízzuk. De én azt mondom, hogy a Szentlélekkel, napi rendszerességgel érdemes a tanácsot kérni a Szentlélektől. Még mikor a sót az ételbe beleteszi a gazda, azt, hogy még akkor is érdemes, hogy rákérdezzen, hogy Szentlélek Istenem, mondd meg nekem, hogy mennyit, vagy ha valami gond van, vagy valami komolyabb munkába fog az ember, kérdezzen rá nyugodtan, hogy Szentlélek Istenem, mi a véleményed. Tehát ne bízzunk csak a saját elképzelésünkbe, hanem hagyatkozzunk rá mennyei atyára, a Szentlélek Istenre, hogy irányítsa a gondolatainkat, tevékenységeinket, egész másképp lesz. Sokan eljönnek olyankor, mikor van bizonyos, hogy na most fogunk látni egy napcsodát, fogunk látni, nem tudom. Tehát a mindennapi apró csodák megvannak. Az, hogyha ha már elmegyek egy sánta ember mellett, és annak azért fogok magamba a mennyei atyához imádkozni, hogy meggyógyuljon a lába, vagy elmegyek egy temető mellett, és Jézus vérét és Mária könnyeit kérem ezeknek a lelkeknek, az elhunytaknak a lelkeire. Ezek már mind csodák. Ezek már mind csodák. Csak hagyatkozzunk rá, tudjunk rá hagyatkozni a mennyei atyára, hogy akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy sok apró dolgot is úgy elrendez az életünkbe, hogy mi valószínű bármennyire számítgatnánk és tervezgetnénk, az nem lenne úgy elrendezve.